Budapesten hétfőn megpróbálták kilakoltatni az első olyan családot, amely nem tudta törleszteni a devizahitelben felvett adósságait, és a kilakoltatást sikerült meghiúsítani társadalmi összefogással és fizikai támogatással. A főszerepet ebben a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége játszotta, ezért hívtuk meg az elnököt, Éliás Ádámot. Jó reggelt kívánok! Ez is sokkal. Hogy történt pontosan ez a kilakoltatás? Először is Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége, nem vállalkozás. Elnézést. Ezt körülbelül 100 000-szer mondom, tehát így van. Igen, odaírom. Igen. Jó. Szóval hogy történt ez a hétfői kilakoltatás? Megkaptuk az információt erről, ez valójában árverezés volt. Oda mentünk a végrehajtói irodába, ugyanis nagyon sok jel mutat arra, hogy a végrehajtók a lakásmafia bűnözőivel összefognak, összejátszanak, és ez egy tűrhetetlen helyzet, tehát nagyon szükséges lenne, hogy sok feljelentés történjen, hogy a rendőrség menjen ki a árverezésekre, igazoltassa az ott lévő urakat. Ugyanis most is teljesen egyértelmű volt, hogy ilyen bűnöző, mafiaszerű figurák voltak ott, jó pár. Na most rendkívül agresszívak voltak, csak ahogyan ilyenkor szokott lenni, azt a gyáva megoldást választották, hogy nem ránk támadtak, mert tudták, hogy akkor nagyon nagy baj lesz, hanem ott lévő operatőröket, kettőt is elkezdtek lögdösni, rángatni. Míg aztán megmagyaráztuk nekik, hogy ellenünk irányuló támadásnak minősítjük, és attól óvjuk őket, hogy a vész elkezdjen védekezni. Akkor baj lesz. És megmagyaráztuk nekik, és innen üzenem az összes spekulánsnak, hogy nem lesz sétagalop az, hogy tönkrement, bajba jutott családoknak a lakott egyetlen otthonát fölvásárolják, mert nem lesz kilakoltatás, ha kell harc árán, meg fogjuk akadályozni, hogy kilakoltatás legyen. Tehát egy botrányos, rendkívül botrányos helyzet volt. A végrehajtó felszólított minket, hogy menjünk el. Mondtuk, hogy miért? Hát ez a nyilvános árverés, nem megyünk el. Akkor kihívja a rendőrséget. Mondtam, hogy nyugodtan. Úgyhogy kihívta aztán a rendőrséget, és felfüggesztette a végrehajtást, illetve az árverezést. Akkor a rendőrséggel tárgyaltunk, megállapították, hogy semmiféle bűncselekményt nem követtünk el. Tehát összefoglalóan ezt tudom mondani. Önök hogy kapták az információt? Ki értesítette önöket? Kicsit bonyolult a dolog. A kilakoltatandó idős házaspárnak a lánya. Kicsit bonyolult a dolog, és nem hiszem, hogy itt most teljes részletességében el tudom mondani. Nem csak azért érdekel engem, hogy miért pont önöket értesítették, és miért pont önök vállalták fel. Hát már jó pár információt kaptunk, és itt ráadásul egy tagtársunk is érdekelt volt az ügyben, mert itt ugyancsak ezt nem hiszem, hogy részletesen ki el tudom mondani, de a vállalkozások katasztrófája összeért azzal a szociális katasztrófával, ami a vállalkozások katasztrófájával összefügg. Ez összeért. Tehát gyakorlatilag a vállalkozások is most napról napra mehetnek csődbe. Igen. És hasonló veszély fenyegeti őket is, mint azokat a devizahiteleseket, akiket ki kell, hogy lakoltassanak. Igen, de most a fő hangsúly a devizahitelesek tömegein van, mert a óvatos becslések szerint is 200-300 000 családot fenyeget közvetlenül a kilakoltatás. Mit jelent a gyors reagálású önvédelmi zóna? Ezt kezdeményezzük, ugyanis az biztos, hogy ha hatókörünkbe kerül egy ilyen, ott nem lesz kilakoltatás. Tehát nagyon elszánt, nagyon bátor és fegyelmezett csapatainknak a tömegei várják ezt a helyzetet, és ha valahol azt megmerészelik csinálni, hogy vétlen családok egyetlen otthonába behatolnak. Síró asszonyok és halálra rémült gyerekek között ki akarják pakolni, oda megyünk, és ott nem leszünk szelídek. Ezt minden bűnözőnek innen is üzenem.
De akármennyire nagy és országos erős szervezet lett a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége, becenéven VÉSZ, így ezzel a rövidítéssel vált ismerté, olyan tömeges a probléma, hogy ezt nem lehet megoldani. Ezért népszavazást is kezdeményeznek, ha jól tudom. Népszavazást is kezdeményezünk, igen. A következő kérdéssel, egyetérte ön azzal, hogy Magyarországon senkit ne lehessen kilakoltatni jogszerűen elfoglalt egyetlen otthonából? És tehát lesz egy népszavazás is, de itt csak a társadalmi méretű összefogás. Én értem azt, amit ön mond, de nem gondolja, hogy ennek van egy másik oldala is, tehát hogyha népszavazás dönthet arról, hogy kilakoltathassanak-e valakit, vagy sem, akkor ezzel nem szaporodhat meg esetleg az önkényes lakásfoglalók száma, tehát nem lehet-e ennek egy másik fejleménye? Ezért fontos a mondat, tehát a jogszerűen elfoglalt egyetlen otthonról van szó. Uh-huh. Tehát ha egy családnak sok otthona van, sok lakása van, nem ide tartozik. Vagy ha önkényesen elfoglal valaki egy lakás, nem ide tartozik. Jogszerűen elfoglalt egyetlen otthonról van szó. Na most ez a gyors reagálású önvédelmi zóna, itt arról van szó, hogy az embereknek, akik mondjuk egy lakóterületen vannak, néhány utcányi városrész vagy egy falu, meg kell tanulniuk, hogy egymásra figyeljenek, megszólítsák egymást, és azt a területet önvédelmi zónának minősítsék, és kialakuljon riadóláncszerűen az, hogyha akárhol megjelennek kilakoltató hóhérok, abban a pillanatban összpontosuljon 40-50-60 férfi, bátor, elszánt, de fegyelmezett. Tehát például alkoholista lehetőleg ne menjen, és vita nélkül kergessék el a hóhérokat. Biztos, hogy fogunk erről beszélgetni, mert ez sok kérdést még felvált, ha a fizikai erőszak és egyebek kérdését, viszont most ennyire volt időnk, úgyhogy várjuk még. A másik oldalon van a fizikai erőszak. Mi az ellen védekezünk? Meglátjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.